Ma délelőtt az Ántai Művelődési Házban tartottak mezőgazdasági szaktanácskozást, amelynek házigazdája és egyben szervezője az Ántai Gazdakör és az Ántai Mezőgazdasági Szakszolgálat. Idáig 6 éven keresztül Újvidéken a Mezőgazdasági Egyetemen tartottuk ezeket az előadásokat, az Ántai Gazdakör mint egyik szervezője az előadásokat, és akkor most úgy döntöttünk, hogy ezt próbáljuk vinni közelebb a termelőkhöz, és akkor több helyszínt választottunk ki vajdaságszerte, ahol ezek meg fognak jelenni. Minden téma maga nemében nagyon érdekes, nagyon aktuális. Ugye az olajrepcék, a kalászosoknak a helyzete, mi a teendő a következő időszakban, mi a teendő a műtrágyával, az istállótrágyával, akkor nagyon érdekesnek tartom azt a témát, amelyik a szezonmunkásoknak a bejegyzését dolgozza fel, és mindenek előtt a tartományi titkárságnak a pályázati erre az évre egy részletes beszámoló lesz arról is. Az eseményen megközelítőleg 300 érdeklődő vett részt. Legtöbbjüket a szezonális munkaerő bejelentésével kapcsolatos téma érdekelte. Ha én valakinek a szomszédok, vagy a rokonság, akiket nekem segítenek, vagy én nekik majd vissza fogom segíteni. Tehát vonatkozik ilyen szántásról, vetésekről, mit tudom, hogy ők traktorokkal ugye össze szoktunk fogni, és hát azokat nem tudjuk, hogy megoldani, azt hogy tudjam bejelenteni. Én őnek is segítek, őnek visszasegítek, mert ugye ez, gyorsan kell cselekedni, ugye a szántás, a vetés után a bedolgozások, stb. És hát engem legjobban ez érdekelne, én ezért jöttem. Az esemény főszervezője az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági kara.